Ez a Híradó 8 órakor, az M1-en Kontra György vagyok. Jó reggelt kívánok! Az elmúlt 10 év legnagyobb diplomáciai sikere az, hogy az új Európai Bizottságban Magyarország jelöltje felelhet majd az Európai Unió bővítés és szomszédság politikájáért, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A miniszterelnök a biztonság szempontjából a következő 5 év legfontosabb európai portfóliójának nevezte a Várhelyi Olivérnek szánt területet. Ez egy ilyen misztikusan hangzó szó, hogy szomszédságpolitika meg bővítéspolitika, de ugye ez a migrációt is érinti, mert a migránsok délről jönnek, a balkáni országok felől, és ezek az országok tagjelöltek, tehát velük fog foglalkozni a biztos. Az Európát fenyegető egyik bizonytalanság az Ukrajnában van, az ukrán-orosz konfliktus miatt. Ukrajnával is foglalkoznia kell az új biztosnak, és az Afrika felől jövő fenyegetés is fontos. Bármilyen furcsa, de a földközi tenger túlsó oldalához tartozó afrikai országokkal is a mi biztosunknak kell majd foglalkoznia. A migrációs helyzet egyre súlyosabb, és arra kell számítani, hogy a nyomás növekedni fog. Erről a külgazdasági és külügyminiszter egy bécsi migrációs konferencián beszélt. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország bebizonyította, hogy a migráció megállítható, és az az elv a helyes, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a problémát idehozni. Itt lenne az ideje annak, hogy a brüsszeli intézmények, az Európai Unió és a nemzetközi közösség is megváltoztassa végre a migrációs politikájának a fókuszát. Jelenleg ugyanis a nemzetközi és azon belül az európai migrációs politika fókusza is azon van, hogy inspirálják az embereket újabb és újabb migrációs hullámok megindítására, ahelyett, hogy végre azt segítenénk elő, hogy az otthonukat elhagyott emberek hazatérhessenek, illetve hogy akik még otthon vannak, biztonságos körülmények között otthon is tudjanak maradni. Ismét illegális bevándorlókat találtak egy teherautóban egy Írországba tartó kompon. A 16 feltehetően ázsiai férfi az észak-franciaországi Cherbourgból indult útnak, és rutin ellenőrzés során fedezték fel őket. Kedden 25 feltehetően iraki és kuvaiti bevándorlót találtak egy konténerben egy Hollandiából Nagy-Britanniába tartó teherhajón. A migrációt a schengeni határokon kell megállítani, jelentette ki Pintér Sándor Prágában a V4-ek és Ausztria belügyminisztereinek találkozója után. A magyar tárcavezető hangsúlyozta, a legfontosabb a külső schengeni határok védelme, a segítséget ugyanakkor oda kell vinni, ahol a problémák vannak. Pintér Sándor közölte, Magyarország képes saját erőből megvédeni határait. Egyúttal köszönetet mondott a három másik visegrádi országnak, hogy korábban segítséget nyújtott a határok védelmében. Hozzátette, Magyarország most hasonló segítséget nyújt a nyugat-balkáni országoknak. Magyarország a bevándorlás kérdésében nem fog engedni, hangsúlyozta a kormány szóvivő az M1-en. Hollik István aggasztónak nevezte Donald Tusk az Európai Néppárt új vezetőjének beszédét, amelyben egyértelműen a bevándorlás ellenes politika ellen szólalt fel. Korábban volt egy-két biztató jel, hogy az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság más politikát képvisel majd, mint az előző. Fájdalmas látni, hogy az Európai Néppárt továbbra sem gondolja úgy, hogy neki Európa védelme, illetve az európai határok megvédése elsődleges feladata lenne, márpedig az Európai Néppárt adja a bizottság elnökét. Tehát azt látjuk, hogy ez a küzdelem nem zárult le, és látunk olyan aggasztó jeleket, amelyek arra sarkalnak bennünket, hogy erről az ügyről beszéljünk, és a határozottan álljunk ki továbbra is amellett, hogy Magyarország bevándorlás kérdésében nem fog engedni. A korábban vártnál gyorsabb lesz Magyarország idei és jövő évi gazdasági növekedése az OECD legfrissebb előrejelzése szerint. A párizsi székhelyű szervezet 2019-re 3,9%-os, jövőre pedig 3%-os gazdasági növekedést jósolt. Most úgy számolnak, hogy idén 4,8%-kal, jövőre pedig 3,3%-kal nő a magyar hazai össztermék.
újabb gazdaságvédelmi akcióterv bevezetését tervezi a kormány, jelentette be a kormányinfon a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, a magyar gazdaság növekedése idén 5% körül lesz, ami az egyik legjobb az Unióban. Ugyanakkor hozzátette, a magyar külkereskedelem helyzete miatt a Nyugat-Európában tapasztalható negatív gazdasági folyamatok kihatnak Magyarországra is. A kormány célja, hogy ezt a hatást minimalizálja. Ennek érdekében szeretnénk egy második gazdaságvédelmi akciótervet is a következő év legelején elfogadni. Ez szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaságot attól a recessziótól, vagy recesszió közeli helyzettől megóvjuk, amiben ma Európa nagy gazdaságai vannak. 5 Pest megyei tankerületi központban 16 köznevelési intézmény bővül, illetve épül meg 60 milliárd forintból, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós azt mondta, a Nemzeti Köznevelési és Infrastruktúra Fejlesztési Program következő állomásaként 4 új iskola épül, emellett tantermekkel bővítenek meglévő iskolákat a Budapest környéki településeken. 60 milliárd forint összértékben 4 új iskolában 80 tantermet, és ezen túlmenően további 137 tantermet hoz létre a kormány. Ez 14 ezer gyermeket érint, a 21. század követelményeinek megfelelő infrastruktúrát szeretnénk kialakítani. Folyamatosan érkeznek a felajánlott tárgyak a közmédia Jónak lenni jó adománygyűjtő műsorába. Jean-Paul Belmondo francia színész másodszor csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. Most dedikált nyakkendőjét ajánlotta fel. A Thai Box Akadémia pedig egy Muay Thai mester aláírásával ellátott lábvédővel csatlakozott az akcióhoz. Idén a koraszülött és beteg csecsemőket szállító Péter Csernyi alapítvány munkáját segíti a program. Eddig több mint 6 millió forint gyűlt össze. Az első tárgyunk elkelt, a süsű bélyeget már eladtuk 30 ezer forintért, és a hívásokból eddig több mint 6 millió forint gyűlt össze, úgyhogy ez idáig rekordnak számít, és köszönjük azoknak, akik kispénzűek, hiszen elsősorban ők adakoznak így módon, és hát várjuk a további felajánlásokat. A harmadik élőadással folytatódik a Felszállott a páva idei gyerekévada. Este újabb 12 produkciót láthatnak a nézők a Duna Televízióban. A műsorban egy különleges produkciót, a Pinocchio című mese egy részletét is megtekinthetik az érdeklődők. A tehetségkutató győzteseit még karácsony előtt kihirdetik. Szerencsésen megérkezett Kínába Pej-Pej. Az óriás panda 16 órán át repült az Egyesült Államokból Kínába, ahol fontos feladatok várnak rá egy szaporítási programban. Ezek a tenyészprogramok kulcs szerepet játszanak az óriás pandák állományának megmentésében. Jelenleg 1800 példány él vadonban. Kíváncsian szaglászva ismerkedett új otthonával Pej-Pej. Az óriás panda alaposan megvizsgálta ketrece minden szegletét, még a plafonig is felmászott. Kimerültségnek alig mutatta jelét, pedig 16 órányi repülőút után érkezett az Egyesült Államokból a délnyugat kínai panda bázisra. Most egy hónapig ideiglenesen tartják itt karanténban, mielőtt újra közösségbe engedik. Pej-Pej 4 éve született egy washingtoni állatkertben, ahol rövid időn belül a látogatók kedvence lett. Szüleivel együtt élve cseperedett 113 kg-os panda boccsá. Azonban az állatkert és a Kínai Vadvédelmi Egyesület együttműködési megállapodásának értelmében 4. születésnapját követően vissza kellett térnie Kínába, a pandák őshazájába. Születésekor tudtuk, hogy 4 év elteltével Kínába kell mennie, hiszen fontos szerep vár rá a panda tenyésztési programban. Nagyon szomorúak vagyunk, de egyben nagyon is büszkék, hiszen közreműködhettünk egy igazán boldog és egészséges óriás panda megszületésében, mondta az állatkert igazgatója. A Kínai Népköztársaság az 50-es évek óta alkalmazza a panda diplomáciát. A kezdetben 23 pandát ajándékoztak 9 különböző országnak. A 80-as évektől azonban már csak kölcsönbe adják az állatokat. Az ez idő alatt születő bocsok is Kína tulajdonában vannak.
Reméljük, hogy ennek az együttműködésnek köszönhetően fenntarthatjuk az egészséges fejlődésüket. Abban is bízom, hogy a pandák védelmére létrejött kétoldalú együttműködésünk sikere az Egyesült Államokkal kötött egyéb megállapodásainkra is jó hatással lehet. Nyilatkozta a kínai nagykövetség első titkára. A tenyészprogram kult szerepet játszik az óriás pandák vadon élő populációinak növelésében. Az állatok élőhelyeinek kiterjesztését célzó erdősítéseknek hála a faj természetvédelmi besorolását veszélyeztetettről sebezhetővé változtatta a Természetvédelmi Világszövetség. Jelenleg nagyjából 1800 példány él a vadonban. Csak nem 100 embert költöztettek ki Karintiában, miután a szakemberek esetleges földcsúszamlásokra figyelmeztettek a környéken. A nagy havazás után sok helyen még nem múlt el a veszély Ausztria déli részén. A térdig érő hóban lassan halad a kidőlt fák, leszakadt elektromos vezetékek eltakarítása. Karintiában még mindig több tucat háztartásban nincs áram. Befejeződött Európa legnagyobb hídépítése. Németországban átadták ugyanis a Mosel folyó felett 160 méteres magasságban átvezető hidat. A csaknem 2 kilométer hosszú építmény Frankfurt és Brüsszel között teremt összeköttetést. A beruházás 8 évig tartott, és kezdettől fogva vitatott volt. A bírálatok szerint a híd és forgalma megváltoztathatja a borairól híres környék klímáját és vízháztartását, ami a szőlőtermesztését is veszélyeztetheti. Mások viszont a térségbeli gazdaság fellendülését remélik az új hídtól.